Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi üzenet a Bibliából. Nem csak ez az üzenet van számotokra, hanem képek is. Ha nyugodt helyzetben vagyok, mint egy meditáció, és becsukom a szememet, megjelenik egy kép előttem. Ez a kép nem mozog, olyan, mint egy képes lap. És én úgy gondolom, hogy az égi üzenet és ez a képes lap nem csak nekem szól, hanem talán neked is. A mai üzeneten, a mai képes lapon volt egy ablak. Ez az ablak zárva volt, de ki lehetett tekinteni, és kint látható volt egy nyitott esernyő. Ez az esernyő olyan fényben volt, és olyan gyönyörű, pompás színekben. Elgondolkoztam azon, hogy mit jelent ez a kép. Szerintem itt arról van szó, hogy nyissuk ki az ablakot, tekintsünk ki, hogy mi látható kívül, legyünk nyitottak arra, hogy felfedezzünk valamit a környezetünkben. Visszatérve a képre, ez az esernyő a levegőben volt, nem voltak emberek a környezetben, tehát senki nem tartotta az esernyőt, hanem úgy lebegett a levegőben. És hogy látod te ezt a képet? Írd le a kommentárba, köszönöm szépen! És most kinyitom a Bibliát, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. Te szeretnél valamit vagy valakit megtartani, sőt lehet az is, hogy szeretnéd ezt erővel megtartani. De fontos az, hogy bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat el kellene most engedni. Most itt hozzáfűzném, hogy működik ez. Bizonyos szavaknál kimozdul az inga vagy a nyakláncom, én a nyakláncomat használom, de úgy működik, mint egy inga. És ezzel egy időben kapok bizonyos gondolatokat is, és így tudom közölni az égi üzenetet. Valamit eltávolítasz a környezetedből, mert ez akadályoz téged, vagy zavar téged. Viszont tartsd meg azt, ami fontos számodra. Mindkét irány fontos, és így találod meg majd a biztonságod, vagy ez megnyugtató lesz számodra, hiszen most rendezed a dolgokat. Ami most eltávolodik tőled, vagy elmúlik, ez jó hatással lesz rád.
Te tervezel valamit, ez kihat az otthonodra, a családra. Azon kívül valaki közeledik hozzád, meglátogat téged. Tervezd a jövődet, de maradj mindig a jelennél. És ez volt az üzenet a Bibliából. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!